A Jávorka iskola a tornatermében a képzéstől, az iskola által nyújtott lehetőségekről, perspektívákról, szakmákról és továbbtanulási lehetőségekről tartott tájékoztatót Seifert István igazgató. Ma van az első nyílt napunk, tehát a beiskolázásról szól a leendő tanulók részére, tehát 8. osztályos tanulóknak tartottunk egy beiskolázással kapcsolatos tájékoztatót. Egyrészt csináltunk egy kiállítást, amiből egy kis keresztmetszetet próbáltunk bemutatni a szakmákról. Tartottunk egy általános tájékoztatót a lehetőségeinkről, illetve hogy lehet ide bekerülni. Utána nyílt órák, bemutató órákat szerveztünk különböző szakma területeken, és ha ez befejeződik, akkor pedig bemutatjuk az iskolát, a tangazdaságot, tanműhelyt, kollégiumot. Komoly döntés előtt áll gyerek és szülő egyaránt, mert sok szakirányban tanulhatja meg a diák az iskolában a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szakmákat. Az unokámat hoztam erre megbeszélésre, valószínű, hogy ide fog járni ebbe az iskolába. A szomszédomnak a fia ide járt iskolába, és ő motivált bennünk, hogy ide hozzuk a gyereket. A szülőknek tökéletes az információ, meg a nagyszülőknek is. Reméljük, hogy szeretni fogja ezt az iskolát. Az érdeklődők bemutató órák keretéből ismerkedtettek meg az iskolában folyó szakmai munkával. A díszkertészet érdekel. Utána is néztünk az iskolának, nekem nagyon tetszik. Hát itt a díszkötészetet ki lehetett próbálni, csináltunk ilyen ajándékokat, és azok is így jók voltak, szóval szerintem ilyesmiket fogunk csinálni. Végzős dísznövény kertész tanulókkal van most itt óránk. A növényházi dísznövénytermesztést tanulják. Ezen belül rengeteg levéllel díszítő, illetve virággal díszítő cserepes, illetve vágott dísznövényeket tanulnak. Óriási mennyiségben szükséges a növényeknek a ismerete, nem csak magyar nyelven, hanem latinul, de a latin név ismerete nélkül tulajdonképpen az írásbeli vizsgamunkát sem tudja megcsinálni. A képzés végén szaktechnikumi ráépülés lehetséges, aki szeretné továbbképezni magát.